Szüreti mulatsággal kedveskedtek az időseknek a Szociális Szolgáltató Központban szeptember 16-án. A résztvevők mustot préseltek, citeraszóra énekeltek, de még egy kisebb körutazáson is részt vettek a városban. Érkeznek a Dottóval a Szüreti mulatság résztvevői. A Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ különféle programokkal várta a klubtagokat. Szüreti mulatság van itt a Szociális Szolgáltató Központ Gondozási Központ részlegének idősek klubja szervezett egy szüreti mulatságot. Ez a szüreti mulatság az idősek hónapja alkalmából tartandó sorozat egy része. Kirándulást szervezünk még ellátottjainknak, illetve a gazdaságban szokott lenni minden ellátottunk számára egy nagy rendezvény, amin vacsorával, illetve műsorszámokkal kedveskedünk nekik, hogy ők vannak nekünk. Milyen programokkal várták ma az időseket? Ma volt egy citera együttes a délelőtt folyamán, aki húzta a talpalávalót, míg a Dottó vonat meg nem érkezett. Utána pedig a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanulói táncoltak nekünk, kollégáim pörköltöt főztek, és ez zárja tulajdonképpen a mai napot, hogy azt a pörköltöt elfogyasztjuk. Ám nem csak az itteni klubtagok vettek részt a mulatságon. Egy hajdúszoboszlói születésű, ám később Budapestre került hölgy közreműködésére, egy pesti csoport is együtt mulatott az itteni tagokkal. Nagyon örülünk, és elsősorban szeretném megköszönni azt, hogy itt lehetünk. Nagyon jól érezte magát itt a mi kis csapatunk. 27 emberrel jöttünk el most Budapestről, mi is egy 60 fős klubból jöttünk. 18 kerületből jöttünk, mi Pesszent Imre, Pesszent Lőrinc önkormányzatának vagyunk a Szociális Szolgáltató Intézménye, ami klubnevünk Reménységgondozási Központ. A mieink igen mozgékonyak, tehát eléggé aktívak. Mi nagyon szeretünk kirándulni, nagyon szeretünk világot látni, és amennyi lehetőségünk van, velük megyünk. Szeretik a gyógyfürdőket, szeretik a múzeumokat, szeretnek kézműveskedni is. Most egyébként a mi intézményünk 25 éves, és most lesz a házunknak a 25 éves évfordulója 25-én. Erre készülünk, kiállítást szervezünk, illetve képkiállítás is lesz, valamint filmfelvétel a klub életről. Névnapozásokat tartunk, és hát ilyen családias légkörben zajlik, tehát Egy jó kis harmonikus csapat ez. A Budapestről érkezők pedig jól szórakoztak városunkban. Nagyszerű élmény volt. Először is, amikor beléptünk az épületbe, nagyon kedvesen fogadtak az itt élő emberkék. Azon kívül rendkívül színes programot állítottak össze nekünk. Nagyon jól éreztük magunkat, és ez a kis... Milyen kocsi ez a... Kis vonat utazás, ez csodálatos volt, megnéztük az összes nevezetességet, mindent hallottunk, mindent láttunk, és tényleg hatalmas élménnyel megyünk haza. A nap során a vendégeket citera szó várta. Akik éreztek magukban rá kompetenciát, azok akár a szőlőpréselésben is kipróbálhatták egy kicsit magukat. A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak néptánc bemutatója után pedig az elkészült finom ebédet fogyaszthatták el. Olyan gazdag műsor van, hogy a budapestieknek az volt a véleményük, hogy ők még ilyen rendezvényen nem vettek részt. Tulajdonképpen már az nagy hatással volt rájuk, hogy kint a gimnázium előtt fogadtuk őket. Tehát akkor már olyan boldogan szálltak le a buszról, és olyan ismerősként köszöntettük őket, és mondták, hogy ez az első benyomás az, ami rányomja az életükre, a mai napra a bélyeget, tulajdonképpen a gyerek is ilyen, hogy amikor betesz a lábát az óvodába, vagy jó, vagy rossz óvónénit fogod ki. Hát én mivel óvónő vagyok, vagy voltam, tulajdonképpen nagyon tudom értékelni a rendezvényeket. Itt például minden évben lehetőség van arra, hogy minden hónapban változatos programok állnak a klubtagok részére, és ez, ahogy mondta az intézmény vezető asszony is, ez a mai nap talán az ősznek az egyik olyan mozzanata, amely a szüreteléshez kötődik. Hát ugye, ahogy hallottam,
fekete szőlőt nem sikerült venni a piacon, hanem csak fehéret, de annak a leveinek a kinyomása, szintén azt mondtam, hogy aki ívott belőle, nem mondom, hogy berúgott, de egy kicsit érezte. Úgyhogy ezzel kezdődött a délelőtti programunk, nem beszélve az ellátásról, mert az első osztályú, és utána, ami még kedves emlék, a szoboszlóiaknak is, a pesteknek különösen adott óvonatozás, mert így lehetőség nyílt nekik arra, hogy Hajdúszoboszló városát megismerjük. Kaptunk olyan feladatot kocsinként, hogy idegenvezetők legyünk. Hát én próbáltam jobbra-balra téríteni az embereket, nagyon-nagyon tetszett nekik, hát különösen a fürdővezet, ugye, a hotelek az, ami talán nekik nagyon-nagyon új volt. Mikor hazajöttünk, nem beszélve arról, hogy nagyon szép kulturális programon vettünk részt, a Szabó László Művészeti Iskola gyerekei adtak műsort, és nyugodtan elmondhatom, hogy nagyon közel állnak hozzánk a gyerekek, és ez mondjuk a Tapsból is megnyilvánult, és láttuk az arcukon az az igazi gyermek mosoly, és amilyen szeretettel, jókedvel, meg örömmel végezték a gyakorlatokat, a táncot. Hát most a magyar ember egyik legkedvesebb momentuma következik, ami már gondolom mindenki nagyon várja, az ebédet, és nagyon örülünk annak, hogy ezen a rendezvényen nem csak mi vehettünk részt, hanem a fogyatékosságban élő emberek közül is voltak itt, és én bízok benne, hogy a Vöröskereszt nevében nyilatkozzak, mint önkéntes, hogy majd megpróbáljuk mi is karácsony fele, amikor ha sikerül adományt gyűjteni, akkor majd megpróbálunk itt a hátrány, vagy nem is a hátrányos helyzet, hanem fogyatékosságban élő embereknek, vagy családoknak a segítésére egy-egy csomagot eljuttatni. Az időseket nem csak különleges alkalmakkor, de a hétköznapokon is várja a Szociális Központ foglalkozásaival. A klub programok általában kedden és csütörtökön szoktak lenni, ez már évtizedek óta így alakult ki itt nálunk, hogy ezen a két napon szoktak ilyen nagyobb rendezvényeink lenni. Próbálunk a hagyományokhoz hülyek maradni, és azzal kapcsolatos programokat kitalálni, illetve mindig valami újat próbálunk csempészni az ő mindennapjaikba, hogy minél színesebbé tegyük az itt eltöltött időt számukra.